Sziasztok, srácok, üdv emberek! Havi vlog. Ugye, aki Instagramon követ, vagy a Discordon, bent van. Ha nem vagytok még bent, akkor please, ne felejtsetek el csatlakozni, ugyanis Instagramon és Discordon sokkal hamarabb megosztok dolgokat, ami jövőben jöhetnek, avagy pár dolgot, amit lehet, hogy videókban meg se osztok. De a lényeg, hogy Instagramon és Discordon is kiírtam, de leginkább Instagramon vehettétek észre, hogy a kicsike állt egy telken, ahol, hát, megdöglött. Na, hogy is volt ez az egész? Azt hiszem, hogy pont füvet nyírtunk volna egy picikét, amit meg is történt, aztán észrevettük, hogy el fog kezdeni esni az eső. Fogtuk, összepakoltunk, és beraktunk mindent a házba, lehetett hazamenni az autóval. Mire összepakoltunk mindent, addigra megeredt az eső nagyon is. Szóval elfordítom a kulcsot az autóban, és semmi. Az égvilágon semmi, de úgy képzeld el, hogy tényleg semmi. Villogott a műszerfal. Hát gondoltam, ez így normális egy ilyen öreg autónál. Hát nem. Önindítónak jele semmi, se hangja, se semmi. Benzinpumpának hangja semmi. Hát mondom, itt valami lesz. Mert ahogy néztem a műszerfalat, minden nagyon fényesen világított, ami azt jelenti, hogy a aksi nem merült le. Elkezdtem gondolkodni, hogy na, akkor mi a fasz van. Amint próbáltam indítani, nem kicsit elkezdett kattogni valami relé a motorból. Hát mondom, öcsém, hát ezt nem fogom tudni most megjavítani, szóval ezt bárhogy is nézem, be kell tolni az jó nagy esőben a telekre, aztán pedig jó nagy esőben hazasétálni több mint 4 kilométert. Hát ez is történt, szépen hazamentünk nagy esőben, miután betoltuk a telekre, aztán onnantól kezdve 9 napon át minden egyes nap kijöttem az autóhoz meglátogatni. Minden egyes nap lesétáltam azt a 4 kilométert, amúgy nem, mert a bátyám vitt az ő autójával. Na jó, de azt hiszem 2-szer mentem kisétálva az autóhoz, egyszer pedig, ja, szóval 2-szer sétáltam ki, ami azt jelenti, hogy 8 kilométert sétáltam kb. És akkor minden egyes nap megnézgettem az autót, és próbáltam gondolkodni, hogy na mi lehet a gond? Aksit csekkolom, bikázóval megpróbálom elindítani, semmi. Szomszéd feltölti az aksim, semmi. Hát akkor az aksi, azt gondolom, akkor oké. Akkor mivel, hogy az önindító nem működött, legalábbis amikor megpróbáltam elindítani, azért gondoltam, hogy akkor az önindító a hibás, nem? Hát kicseréljük az önindítót, ami kb. Úgy 20-30 ezer, azt hello. Szóval fogtam a multimétrem, mert még jó, hogy vettem. Most nagyon jól jött, ugyanis agyon tudtam tesztelni mindenhol a kapcsolatot, hogy vajon kap-e áramot, vagy sem, vagy stb. Teszteltem az önindítót, elvileg megkap mindent, szóval 12 voltot is, amikor megpróbálom elindítani, akkor is kapja a 12 voltot, illetve elvileg a földlés is jó volt, bár arra nem vettem volna mérget. Szóval benéztem az aksi mögé, és láttam egy kék kábelt, ami így, hát ti is látjátok. Nem volt annyira még elszakadva, mint kb. Úgy, ahogy össze volt még érintve, és akkor végül is működött minden az autóba. És akkor hát már egyből tudtam, hogy az tuti baj, és hogy az tuti nem úgy kéne legyen. Na mindegy, hagytam úgy. Próbáltam csekkolni más dolgokat, hogy lehet más a hiba. Csekkoltam a relét, relé kattog. Hát mondom, mély kattog. Szóval fogtam egy kábelt, és a relé helyére raktam egy kis kábelt, és azzal lehetett hallani a benzinpumpát. Na mondom, hú, akkor biztos relé hiba van, mert hogy mi az, hogy kábellel jó, önindítóval meg nem. Na igen, előbb cselekedtem, mint gondolkodtam volna. Már gondolkodtam volna, utána néztem volna, hogy igenis a relé azért kattog, mert hogy nem megfelelő feszültséget kap, vagy ilyesmi. Elzsaltam a boltba, vettem egy relét, na mondom, ezt berakom, azt már indulunk is haza. Hát, na meg mit nem? Hát nem indult el az autó. Ugyanúgy kattogott ugyanaz az új relé, szóval akkor gondoltam, hogy jó. Relé biztos jó, aksi biztos jó, a kábelrel nem vennék mérget, az önindítót azt még nem pontosan tudom megmondani. Jó, akkor legyen a következő. Kiveszem az önindítót a faszomba. Ez egy nem egy könnyű szerkezet, amin megfogod és érzed, hogy van súlya. Jó, akkor gondoltam, tesztelem. Rákötöttem a bikázóra, a külső aksimra, és elindult, vágod? Úgy pörgött, mint a fene. Hát mondom, tökéletes. Úgy kell működni, ahogy kell. Rákötöttem az aksira, hogy nézzük, hogy vajon aksival működik-e aksiról. Rárakom a aksira, nem működik. Mondom, lehet, hogy csak le van merülve az aksi. Rárakom a bikázót az aksira,
akkor sem működik. Megkezdtem gondolkodni, hogy na, mi a faszom van. Szóval fogtam, összekötöttem az aksival, de egyben összekötöttem a testkábelt a motorral, szóval egy ilyen külön, mi a neve, kábelt. Bikázó kábelt fogtam, rácsatoltam az egyiket az önindítóra, és a másikat magára az aksira. Szóval, hogy volt elvileg két testkábele, így, az aksinak. Na mindegy. Így viszont elkezdett hangokat kiadni az önindító. Na mondom, itt valami nem oké, mert az aksi vagy nem jó, és azért nem jó önindít, mármint bikázóval sem, vagy az a kábel, amit láttam hátul. Na jó van. Eljött a 9. nap, azért telt sok, ilyen sok időben már. Volt, hogy rossz idő volt, aztán nem sokáig tudtunk itt kilenni, vagy 10 percet, szóval nem volt időm gondolkodni, átnézni az autót. Volt, hogy ünnepnap volt, szóval nem tudtam elmenni boltba megvenni az alkatrészt, ami kell. Szóval várni kellett. És ezért ki kellett hagyni egy napot, és aztán kövi napon lehetett csak megnézni, stb. A lényeg, hogy oké, arra gondoltam, hogy akkor vagy aksi, vagy kábel. Elkezdtem leegyszerűsíteni egyre jobban a dolgokat. Önindító működik, relé működik, autónak minden eszköze, ami benne van, működik. Viszont mi az, hogy az aksi nem indítja el az önindítót, s a benzinpumpát, viszont ha minden, ami az autóban van, működik. Szóval, ezért gondoltam, hogy az aksi biztos jó, mert fel lett töltve, leellenőriztem, és akkor is tökéletes. Oké, rámondtam, hogy oké, aksi jó. Kábel. Nézzük meg a kábelt, mi van a kábellel. Szóval hátraboncolgattam magamat, és meglátom ezt a kábelt. Na, mi a legelső? Hát nyilván az, hogy kicsit megráncigálod azért, hogy biztosan jó-e a connection, a csatlakozás, és hogy biztosan erős ottan a dolog. Megfogom, egy picit épp, hogy elkezdem egy kicsit húzni, de így tényleg nagyon gyengén, és így letörik, és a kezembe marad. Na mondom, ez nem jó. Gondoltam, jó, akkor venni kell kábelt, azt hello. És akkor ilyenkor volt ugye az, hogy kábelt be tudtam szerezni még előtte, mielőtt ünnepnap lett volna, mielőtt bezártak volna a boltok, és akkor mondom, jó, megvan a kábel, oda megyek az autóhoz, és akkor így, ja, hogy kéne saru, amit ráraksz a kábel végre, és rá tudsz csatlakoztatni, vagy rá tudod húzni a csavart. Szóval ilyenkor volt az, hogy nem tudtam már el többet menni boltba, szóval várni kellett egy teljes külön napot, hogy aztán megint kinyissanak a boltok. Szóval zsaltunk el, már bátyám segített elvinni az ő autójával a rohadt nagy melegbe, és vettem sarut. Aztán jó, akkor már csak össze kellett rakni, ami azt jelenti, hogy kell egy kés, amivel meg tudom hámozni a kábel végét, és kell egy kurva erős fogó, amivel rá tudom nyomni a sarut a végére. És esetleg egy forrasztó, hogy ott is maradjon a végén, vagy bármi. Szóval jó, meghámoztam a kábelt, rárakom a sarut, fogom a fogót, és a fogó nem nyomja rá a kurva sarut a kibaszott kábelre. Multiméterre teszteltem a connection-t, és tökéletesen a megfelelő értéket mutatta, mert mint utólag kiderült, amikor régi kábellel teszteltem le, akkor úgy 1,9 értéket mutatott, és a fölött már nem olvas a kedves multiméter, mert annyira rossz a connection-szi, és a legjobb connection az a 0, avagy 0,01. És hát az 1,9 az nagyon durván azt jelezte, hogy ez a kábel kurvára szar. Most ezzel a kábellel, ahogy leteszteltem, 0,0 vagy 0,01 volt. Szóval ezért tökéletesen meglett a két kábel, amit aztán már csak be kellett szerelni, és meg is mutathatom nektek, hogy van beszerelve. Kicsit szívni kellett vele, mert kicsit picit hosszabb a kábel, mert inkább hosszabbat vettem, hogy biztosan elég legyen. Nyilván nem jóval hosszabb, de viszont mivel picivel hosszabb, ezért már is baj az, hogy hát nehezen lehetett berakni, de mindegy, befért a kábel, tökéletesen ott van. És mielőtt megkérdezni valaki, hogy ha vettem zsugorcsövet, akkor miért nem az van rajta, és miért valamilyen szar? Hát a zsugorcső az nem fért rá. És akkor a szomszéd segített összetekerni ilyen szigetelő szalagszarral. Na mindegy. Szóval most, ha megnézzük a kis autót, hogy néz ki. Tudom, jó retkes, meg 9 napot állt, és nem volt időm lemosni. Szóval ezért please, ne szóljatok le. De baszott koszos, tudom. Ó, hogy ahol kis el van. És láthatjátok a különbséget. Itt ez a régi pozitív kábel. Miért ilyen szar?
És itt van az vadonat új kéből. Igen, ezt még meg kellene így csinálni a végét, mert hát nem a legeslegjobb, hogy így néz ki. Kicsit furán néz ki itt a külseje ennek a dolognak. Lényeg, hogy bekötöttem, itt hátra megy, ott csatlakozik ugye először is a karosszériához, vagy mi a faszomhoz, aztán pedig ott lent, pedig a váltóhoz, nagyon szépen tisztán. És az ember gondolná, hogy na hát tökéletes most az autó. Igen, jobban működik, mert most instant pöcröf az indítás, és mindig is ezért indult nehezen, mert szar volt a kábel. De most kurva könnyen indul az autó mindig, és annak ellenére is, hogy teljesen le volt merülve az aksivágod, szinte teljesen, és pöcröf felindult, bazd meg, 9 nap után. Mindegy. Amit észrevettem, hogy milyen hibák vannak még az autóban, az ez a kábel, amit megy, mert itt igazából egyetlen egy kábelnek kéne mennie, ahogy ez a napfény baszott kurva nyer. Szóval, hogy innentől indul, és ide. Nem tudom, mennyire látjátok. És hogy ez egyetlen egy kábelnek kéne lennie, de hogy itt el van törve, a másiknál is, és gondolta az előző tulaj, hogy hát ez mekkora funmál, hogy akkor belerak egy ilyen szart, és konkrétan simán ki tudod csúsztatni az egészet. Vágod? Szóval ez így ennyi. Nyilván rögzítette valami, mert látszik, hogy volt valamilyen rögzítése, de az a rögzítés eltűnt, ezért vettem gyors kötözőt, de inkább egy új csövet akarok ide rakni, mint hogy most ezzel a szarral így visszarakjam, vágod, mert ez disgusting, ez mindenképp meg akarom csinálni. Na de nem csak ez az egy cső hiba van. A következő az, hogy ez a szürke cső, szí? Annak nem úgy kéne lennie. Miért le meg a kamera? Ez hülye. Megbolondult a kamera, mi a fasz? Szóval, ez a fémcső, azt én törtem el, viszont amit tudni kellene, az, hogy ez nekevileg nem kéne eltörnie olyan kurva könnyen. Amint nyilván eltörhet, de hogy olyan nincs, hogy konkrétan épp hogy hozzáér, stb. És eltörik. És már a másik oldalt is megrepedezett. Szóval ezt a csövet is ki kell cserélnem, azt általában így visszarakom, azt hello, azt jó van az úgy, de nem. Szóval, hogy ezt mindenképp majd cserélnem kell ezt is. Ja, hogy lemerülök, az tök jó. Hát akkor erre ennyit. Ez a két csőt, amint cserélem, akkor tényleg tök teljesen jó állapotban van az autó. Csak még cserélnék izét is, hűtőfolyadékot vagy mi a faszomat, mert ez baszott forró. Nyilván nyár van, meg ilyesmi, és forró a motor, de azt akarom, hogy jó hidegen járjon a picike. Van ennek a mikrofonja. Na mindegy, mivel lemerült a telefonom, azért ezzel kell vennem. Ezzel szerint, ha jól emlékszek, akkor jóval szarabb a hangom. Hát na, ez van. Ezt ki szeretni, bassz meg. Ja, meg ha már havi vlog, akkor mégis mi történt az elmúlt napokban? Szóval semmi érdekes nem történt, bassz meg. Szóval ennyi a sztoria a havi vlogból, vagy mi a faszom, szóval ebből a hónapból. Nem történt semmi érdekes az autómon kívül. Szóval, ja, akkor találkozunk legközelebb. Na, sziasztok! Majd valamikor csinálok egy 0-90-ig dolgot, és ja, meglátjuk, hogy milyen gyorsan gyorsul, de szerintem tuti 10 másodperc alatt van bőven. Nagyon durván megy.